Messze nem gondoltam arra, hogy most ilyen rajzfilm rendező leszek, de hát borzasztóan tetszett ez a megmozduló rajz, ami hang is van alatta, beszél is a figura, tehát ez egy hihetetlen misztikus világ volt. Mindenki találkozott már Czakó Ferenc animációs munkáival, homokrajzaival, Gyurma filmjeivel, de festményei, grafikái sem ismeretlenek a képzőművészet iránt érdeklődő közönség előtt. A számos díjjal kitüntetett és Oscar jelölt alkotót műtermében látogattuk meg. Az én édesapám festőművész volt, ő egy nagyon nagy tudású grafikus festőművész volt, és végül is, mikor én bekerültem a képzőművészeti szakközépiskolába, akkor nekem már nem volt újdonság a festékek, hogy hogy kell egy papírt fölfeszíteni, vagy egyáltalán hogy kell különböző szerszámokat, vagy grafikai eszközöket használni. Már 13 éves korom óta bejártam a Pannonia filmstúdióba, még én rövidnadrágos kiskamaszként a Foki Ottóhoz. Annak idején még mindenki benne volt a telefonkönyvbe. Tehát föl lehetett lapozni, és akkor egy barátommal fölhívtuk a Foki Ottót, és hát nagyon aranyos volt, hát ő akkor volt ilyen 35-40 éves. Ő adott anyagokat, és akkor megcsináltam ilyen figurákat. De ezeket 12 évesen, 13 évesen csináltam, tehát ebben is még mindig megmaradtak. Az az érdekes, úgyhogy... Ő még annak idején a Pannonia filmstúdióban volt, a szinkron műtermet kapott, és ott készítette a filmjeit, és később került ki a Gyarmat utcai nagyobb Báb filmstúdióba, és ami az érdekes, hogy én ott 20 évet töltöttem ebbe a zúgói műterembe. Ez a Vízió című filmnek a figurái, és hát itt lehet látni, ugye, hogy úgy vannak elkészítve, hogy a finom kis apró mozdulatokat, de hát ez úgy néz ki, hogy egy kicsit mozdítok rajta, meg ugyan is mozdítok, kiállok, két kocka, megint mozdítok rajta, megint az ugyan is mozdítok, megint kiállok, és előre fejbe kell tudni, mert nincs kontroll. Tehát előre végig kell követnem az egész mozdulatsort, és előre tudnom kell, hogy mit fogok majd animálni a figurákkal. Én nagyon szerettem, tehát egy annyira különleges világot lehet megteremteni, ami valóság alapú. Tehát nem rajzolt, és nem komputeres, nem virtuális, hanem tényleg valóságos figurákkal működő, valóságos díszletekkel. Itt egy figuránál még telefonálni se lehet kimenni, mikor egy figurát mozgatok, mert közben elmozdul. Ólom lábakon vannak, a saját súlyától elmozdulhat. Tehát egy jelenetet, hogyha 3 óránál tart, akkor végig kell csinálni. Tehát ez is hozzátartozik. A Gyurma figurák úgy alakultak ki, hogy azt az amerikaiak indították el, és végül is egy ilyen divatműfajjá alakult. Hát jártunk fesztiválokra, ami hát fantasztikus dolog volt, különösen akkor, amikor nem lehetett utazni. Tehát mindenki összeszedte magát, hogy olyan filmet csináljon, hogy bekerüljön a nyugati fesztiválokra. És pláne hát egyáltalán mondjuk 50-60 filmből bekerül versenybe, pláne még nyer is, hát ez egy hihetetlen nagy dolog volt. És hát akkor indult el a Gyurma film, akkor csináltam a Kassa Gyurok című filmet, az Zénó sorozatot. Ebbe az a fantasztikus a Bábbal szemben, hogy én legalábbis arra törekedtem, hogy minimális díszlettel és minimális kellékkel csak a figurára összpontosítson a néző, és ez a rengeteg átalakulás, ez volt hihetetlen a figurákban. Tehát ellaposodott, szétment, újra összeállt. Persze hozzá kell tenni, hogy egy 3 perces Zénó film az egy hónapig tart, mire fölveszi. De ami érdekes, hogy mikor elindult a Sabay Tóbiás sorozat, ez annyira új volt a kollégáknak, meg nem is szerették, hogy ragad ez a Gyurma, meg nem nagyon kedvelték a dolgot. Úgyhogy hát persze a díszleteket csinálták, és ez úgy működött, hogy délelőtt megcsináltam a
figurákat, ami azokhoz a jelenetekhez kellett, ebédeltem, és utána animáltam este 6-ig, 7-ig, 8-ig. A másik, ami engem most nagyon izgat, hogy fölrakok egy absztrakt foltot, tehát mint például ez, fölrakok egy ilyen absztrakt világot, és ebből a fantáziám által kihámozok egy figurális virágot. Tehát az, ami itt van nagyban, ennek ez az érdekessége, hogy ez is egy absztrakt képnek indult, és végül is egy nagyon is figurális világ lett belőle. Hát én nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk sok emberből, idősből, fiatalból milyen történetet tudna mesélni egy ilyen képről. Valószínűleg egészen más, mint amit én kitaláltam. Nagyon nagy munkával, különösen a lányommal, Kinga lányommal hoztuk ezt össze, hogy hihetetlen nagy energiákat fektetett hogy ez a könyv létrejöjjön. Hát gyakorlatilag egy majdnem 300 oldalas, nagyon bőséges képanyaggal felvonultatja az én képzőművészeti munkásságomat, a filmes munkásságomat, illusztrációkat, részkarcokat. Most a járvány miatt az élő homok animációk nem kellettek, teljesen leálltak ugye az összes színházi előadás, és akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor újra elkezdem a részkarcokat készíteni, és hát egy hihetetlen klassz dolog ezt az 500 éves technikát visszaeleveníteni, maga a technika, az eljárás, tehát ez egy nagyon szép és különleges folyamat, amit az ember így végig csinál. A részkarcnak ez a lényege, hogy rengeteg aprólékos kis dolog legyen benne, tehát ki lehessen hámozni belőle, hogy a grafikus éppen arra akkor mire gondolt, vagy mi volt az elképzelésnek a lényege. Ilyen előzmények után, hogy hát végül is én grafikát végeztem, gondoltam, hogy hát mindenképpen egy olyan műfajt kellene megteremteni, ami ugyan ebben a műteremben való, tehát a térbeli műfaj, de mégis valami grafikai vagy festői világot hoz, és hát ez volt a homok animáció. Na most ez az, amiben végül is én újítottam, hogy nagy üveglapon csinálom az egészet, mert a rajzfilmesek azok csak ekkora méretbe tudnak. Most ilyen kicsi méretbe a homokkal igazán nem lehet dolgozni, mert hát egyáltalán, ha szórja az ember, túl azon, hogy egy rajzfilmes egységet ott végig homokozni, meg összekoszolni, tehát nyilván nem lehet. Egy nagyon különleges atmoszférát lehetett létrehozni a rajzi világon belül, és ami egy nagyon lényeges, hogy improvizálni lehetett közben. És ettől nagyon friss és nagyon érdekes, és a nem utolsó sorban nagyon kézműves technika lett, amit hát díjaztak a fesztiválokon, tehát végül is a Cannes-i fődíj, a Berlini aranymedve, és gyakorlatilag minden filmem 3-4 díjat kapott így az évtizedek alatt, és hát ez azt is hozta, hogy fesztiválokra jártam, zsűrikbe hívtak, később workshopokat kellett tartanom egy-egy hetekre különböző országokban. Finom majdnem, hogy reneszánsz képekből ismert finom árnyalatokat, ahogy föl lehet vinni. És akkor ez az érdekessége, hogy pillanatok alatt lehet egy öreg arcot csinálni belőle. Csak hát ez ugye tudni kell, hogy mitől öreg egy arc, vagy mitől alakul így ki. Rajta van az arc vonásokon az egész életnek a hordaléka. Hát ilyenek is van.
ebben a műfajban egy olyat megcsinálni, hogy mondjuk megy egy autó, vagy lépd el a figura, az nem is érdemes, mert borzasztó nehéz, de az, hogy valami álomszerűen átalakul, és mindig valami új és különleges látvány jön be, ami ennek a műfajnak a gazdagságát adja, akkor azt mondom, hogy érdemes csinálni.